Elnézést kér, Baczynszky, a háló ezúttal vele volt. Egy nagyon-nagyon jó első adogatás ezúttal Sarapovától. Egy nagyon jó return ütött Baczynszky, és aztán a pontot is meg tudja csinálni egy jó... Nagyot védekezett Baczynszky, és aztán egy gyönyörű fonát keresztel nyeri a pontot. Sarapovától, fonákkal. Megint rövidítéssel próbálkozott Sarapova, de ezúttal már sikeres volt. Biztos a hálónál Baczynszky, ezt pedig Sarapova meg is bosszulja. Nagyon magabiztos első adogatás Sarapovától, és aztán egy pattanás után. Sarapova ezzel szemben nagyon magabiztos a hálónál, és kihasználja. Gyönyörű fonák, egyenes nyerő. Pontot. Megint nem volt jó a rövidítés Baczynszkytól, Sarapova pedig ismét magabiztos a hálónál. 36 km/h üti átlagban ezeket az ütéseket, Sarapova pedig 108-al. És egy nagyon jó első adogatással le is zárja az első játszmát Sarapova. 6-2-re nyeri. És magabiztos játékkal várhatja majd a folytatást. Végül az első szetben befejeződött. Ezúttal is vele volt kihasználni, azonban nem tudta. Sarapova magából 3. Egy ásszal nyit. Egy nagyon jó második adogatás, amit a return után átütött egymás után. Azt a sorozatot nem reprodukálja Sarapova, ugyanakkor elveszti az saját adogatását. Ugyanúgy kezdődik a más.
Maga biztosan, türelmesen csinálta végig ezt a pontot Baczynszky. És... hatalmas return Sarapovától, breaklabdához kerül. Ellentmondás nem tűrően csinálta végig ezt a labdamenetet Sarapová. És ezt már kihasználja Sarapová. Nem csak, hogy ugyanúgy kezd. Megint egy nagyon nagy nyerőt üt Sarapová. Rögtön egy tenyeres kereszt. És a másodikat be is üti. Zsinórban négy olyan játékot láthatunk, amit a fogadó... magabiztos első pont Sarapovától. És indult erre Baczynszky. A vonalbíró szerint kint volt. És aztán semmire nyeri az adogatását Sarapová. Nagyot mentett Sarapová is, Baczynszky is. Végül az orosz élet a pont. Nagyon jó volt a fonák return Sarapová, aztán elég bizonytalan volt. Óriásiakat ütött Sarapová, és végül hiába jött föl Baczynszky a háló. És a hálóba üti Baczynszky, nem tudja kihasználni a nagy lehetőséget. Gyönyörű return Sarapovától. 31 egyenlő. Szépen csinálta végig Baczynszky. Megint egy óriási return Sarapovától, és ez is rögtön pont. 41 elő. 8 nyerőt ütött Sarapová, ezzel szemben csak 5-öt Baczynszky. Óriási különbség. És egy újabb nyerő Sarapovától. Ismét breaklabdához jut az orosz. És ugye úgy tekintsünk Baczynszky öt nyerőjére, hogy
Az első szedben volt neki 4. Szépen nyitotta meg a pálya jobb oldalát Sarapova, és aztán oda is üti a nyerőjét. Rántani Sarapovát, ami igazán otthonos lenne Baczynski számára. Nézzük a challenge mit mond. Rendkívül kevésebb múlt, de bent van, elcsípte a vonalat. Gyönyörű tenyeres egyenes Sarapovától, az oroszi az első mini break. Túlzással minden visszajött Baczynskitól. 5-3. Nem sikerült megnyernie első szándékból a pontot Sarapovának. De aztán mégis be tudja ütni a nyerőt pár. Kint volt. Viszont még nem biztos, hogy megnyerte Sarapova. Ebben a pillanatban azonban igen. Sarapovának nem kell három mérkőzés labda, az elsőt rögtön kihasználja. És az első szett után úgy tűnt, hogy viszonylag könnyű győzelmet tud aratni az orosz ötödik kiemelt. De Tima Baczynski játék a feljavult a második játszmára, és alaposan megnehezítette az orosz ellenfele dolgát. De ettől függetlenül a rengeteg nyerővel és a magabiztos...